Jó estét kívánok! Február 15-én csütörtök este a Tatai Televízió közéleti kerekasztal című műsorát látják, stúdiónk vendége pedig Rigó Balázs alpolgármester és Cserteg István tataváros ifjúsági referense. Köszönjük szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Európa ifjúsági fővárosa címre pályázik Tata, ebben a témában már többször beszámoltunk itt a híradóban is az aktualitásokról, de picit mélyebben még nem volt alkalmunk belemenni ennek a pályázatnak az előzményeibe és részleteibe. Több dolog is inspirálja a várost, hogy megpróbálkozzon ezzel a lehetőséggel. Igen, valóban én is sok szeretettel köszöntöm a nézőket. Többször hirtattunk már arról, hogy készülünk ezt a pályázatot benyújtani. Tavaly tulajdonképpen ősszel kezdtük el a konkrét felkészülést, de ennek a gyökerei tulajdonképpen évekkel ezelőttre nyúlnak vissza, amikor a koronavírus járványt követően 2020-21 táján fölmértük, hogy milyen pusztítást végzett a közösség életünkben itt helyi szinten is, Beleértve az ifjúság életét, a diák önkormányzat működését is, ez a járvány és az azzal együtt járó különböző korlátozások. Akkor láttuk azt, hogy egyrésztről egy kicsit újra kell kezdenünk, újra kell alapoznunk a városi ifjúsági munkát, másfelől pedig, hogy ehhez valamiféle közös motivációt, célt szükséges találnunk vagy hozzárendelnünk, hogy a Azokon a napi feladatok, amiket el kell végeznünk ezeken a területeken, azok valahol aztán összeérjenek valami nagyobb dologban, ami felé érdemes menetelni, és amihez tudunk társakat, partnereket bevonni, akik velünk tudnak tartani ezen az úton. És akkor több egyeztetést lefolytattunk az akkori diák önkormányzat vezetőivel, tagjaival is, hogy hogyan tudnánk ebben elindulni, és megismertük ezt a lehetőséget, hogy 2009 óta. Meghirdetnek egy ilyen pályázatot, aminek a keretében keresik mindig három évvel későbbre az aktuális Európa ifjúsági fővárosát. És azt gondoltuk, hogy ez lehet talán egy ilyen lehetőség, amit ki tudunk tűzni a zászlónkra, és ami felé a következő években lépésről lépésre tudunk haladni, szükséges feltételeket tudjuk teljesíteni, és biztosítani, amik egy ilyen pályázat benyújtásához kellenek. Ott ugye itt megvizsgáltuk, hogy mire van szükség rögtön elsőként kiderült, hogy a településnek rendelkeznie kell egy érvényben lévő hatályos, aktuális ifjúsági stratégiai dokumentummal. Ebbe a munkába bele is kezdtünk az akkor még létező Erzsébet ifjúsági alappal közösen, illetve a rod közösen dolgoztunk egy ifjúsági stratégiát. És aztán a következő lépés az volt, hogy nagyon fontos volt, hogy legyenek olyan ifjúsági szervezetek a településen, amelyek az önkormányzattól függetlenül, vagy az önkormányzattal együttműködve végzik el ezt a feladatot. Ehhez is találtunk partnereket, most már két olyan szervezet is van a városban, részint korábbi szervezet, amely újra aktív, részint olyan, amelyik ennek a folyamatnak a során jött létre. A Prodotis Egyesület és a Te vagy önmagad legjobb verziója egyesület, amelyek tudják ezt a munkánkat támogatni. De enélkül nem is lehetett pályázni, hiszen az ő támogató, nyilatkozatuk is szükséges volt ahhoz, hogy be tudjuk nyújtani a pályázatunkat. És természetesen emellett nagyon fontos volt, hogy István is bekapcsolódott a mi munkánkba, hiszen szükség volt egy olyan emberre is az önkormányzatnál, aki egymagában folyamatosan tudja koordinálni az ifjúsági feladatokat, és a megvalósításban is fontos szerepet játszik. Úgyhogy tulajdonképpen mondhatjuk, hogy ez egy több éves folyamatnak a lényegi végállomása, vagy egyik állomása, ahol most tartunk. És a pályázatban tulajdonképpen arról számoltunk be, hogy hogyan kívánjuk tovább folytatni ezt az utat. Hiszen nagyon lényeges, hogy ebben a pályázatban nem olyan városokat keresnek, ahol már minden tökéletesen működik az ifjúságügy területén, hanem olyan településeket, akiknek van ambíciójuk, hogy ezt az utat végigjárják, hogy ifjúság barát településé váljanak, és tudják azt is, hogy milyen módon tudnak eljutni ehhez a célhoz, és ezt képesek bemutatni a szélesebb közönség előtt is. Maga az előkészítési folyamat is több pilléren lábon át, ugye számos felmérés kutatás is készült, aminek már aktív résztvevői voltak a fiatalok és Itt mi volt a tapasztalat? A neki futásban egyébként nagyon sok olyan kapcsolódó programelemet hoztunk létre, ami az elsők kategóriájába került, tehát hogy ilyen volt az első megyei ifjúsági bál Tatán, ilyen volt az első országos ifjúsági találkozó megrendezése, ilyen volt tavaly egyébként az első Tatai Városi Diáknap, és hát ugye jött a kutatás, amikor meg kellett kérdezni a fiatalokat, hogy ők hogy látják Tatát, hogy látják Tata szerepét, és hogy látják Tata szerepét ebben az ifjúsági folyamatban, hogy ifjúsági fővárossá nem esedjünk. És hát az első ilyen nagy-nagy neki búzdulásunk és kérdezésünk ez a tavalyi x börzén volt, amikor több száz fiatal sikerült megkérdezni ezekről a kérdésekről. Ugye ezeket azért volt fontos beépíteni a pályázat, nagyon sok olyan kérdésre kitért, amikor a fiatalok véleményére volt a kíváncsiak, hogy ők hogy vesznek részt egyébként az előkészítésben, milyen gondolataik vannak a településről, ők hogy gondolkodnak az európai üsági fővárosról, és ez a lekérdezés elég hasznos volt a pályázat beadása szempontjából. Majd voltak olyan ö, csoportos műhely munkáink a fiatalokkal, amikor ők maguk is tervezhettek programot, ez az elmúlt ö, szűk hetekben a pályázat beadása előtt Hét iskolába voltunk, és száz fiatalról dolgoztunk együtt Mihály munkákon. Megkérdeztük őket, hogy valóban mit, mi az, amit szeretnének 2027-ben itt Tatán látni, milyennek fogják ők látni a, a hasznát ennek az Európai Fisági Főváros gondolatnak, és azt gondolom, hogy konkrétan olyan fejlesztési és programjavaslatokat tettek a fiatalok, amelyet egyrészt érdemes volt beépíteni a gondolkodásban, másrészt a bevonás szintjén nagyon fontos volt, hogy megkérdezzük őket ezekről a dolgokról, és úgy láttam, hogy nem csak meglepetésre, hanem örömmel is vették a fiatalok azt, hogy megkérdeztük őket az előkészítésben. Azt hiszem, hogy a Tatai Diákság egyébként is nagyon aktív és szívesen szerveződik, de egy ilyen kezdeményezés milyen plusz lehetőségeket ad a fiatalok kezébe? Nyilván itt van egy pénzügyi háttere is magának a kezdeményezésnek. Igen, tulajdonképpen a tegnapi, tegnap előtti napon leadott pályázatunkban, abban ezekre a kérdésekre részletesen ki kellett térnünk. Ugye ez kilenc különböző kérdéskörben kell válaszokat adnunk, így a korábbi tevékenységünket kell ismertetnünk ezen a területen, de természetesen a jövőre vonatkozó terveinket is. Így azt a folyamatot, ami 2027-ig tart, tehát 2024, 25, 26 és 27-re vonatkozik, illetve szükséges bemutatnunk azt is, hogy öt évvel később melyek lesznek azok az intézkedések, vagy azok az új lehetőségek, amik a városban maradandóan, fenntarthatóan megtalálhatók, elérhetőek lesznek a fiatalok számára. Tehát itt gyakorlatilag egy, mondhatjuk úgy, hogy tíz éves, majd hogy nem tíz éves programot kell lényegében felvázolnunk ebben a koncepciótervben, Mostantól egészen 2032-ig, hogyha 27 után 5 évvel tekintünk. És ebbe a folyamatban mi a legfontosabb, amit István hangsúlyozott, az a bevonás, az inkluziónak a feladatát helyeztük előtérbe, hiszen az eddigiek során, amikor ifjúsági szakemberekkel beszéltünk ennek a koncepciónak a kidolgozása kapcsán, hiszen külső szakértőket is bevontunk ebbe a munkába akkor az volt a legfontosabb megállapítás, amire jutottunk, hogy a város az eddigiek során elsősorban úgynevezett szolgáltatás központú ifjúság ügyi tevékenységet végzett. Tehát különböző lehetőségeket kínált föl a fiatalok számára, olyan lehetőségeket, amelyek persze nagyon jók és pozitívak az ítélő fiataloknak, de Szeretnénk ezek mellett, ezek fenntartása mellett elmozdulni egyre inkább az inkluzió a bevonás irányába, nem csak azért, mert a stratégiai kereteket szolgáltató Európai Uniós ifjúságpolitikák ezt határozzák meg, hanem azért is, mert a, az alapcélkitűzésünk az, hogy a fiatalokat meg tudjuk szólítani, minél inkább be tudjuk vonni a város életébe, jelenébe és jövőjébe egyaránt, és hogy aztán őket vissza tudjuk ide csábítani, vagy itt tudjuk tartani. Ehhez pedig a legjobb út az, hogyha minden lehetséges alkalmat és lehetőséget megragadunk arra, hogy őket magukat megszólítsuk és bevonjuk a mi az önkormányzat tevékenységébe, és erre felvázoltunk egy programot, hogy ezt hogyan kívánjuk megvalósítani. Ugye részint szeretnénk bővíteni azokat a részvételi fórumokat, vagy lehetőségeket, amiket a fiatalok elmondhatják, megoszthatják velünk Gondolataikat, javaslataikat, észrevételeiket. Ide tartozik például, hogy ifjúsági közmeghallgatást is szeretnénk bevezetni. Ugye eddig volt diák közmeghallgatás, ami elsősorban azokra a diákokra vonatkozott, akik a diák önkormányzati munkában nem vesznek részt. Most azokat szeretnénk, akik 15 és 29 éves korosztályba tartoznak, ugyanilyen legalább évente egy alkalmat biztosítani számukra, amikor kérdéseket tehetnek föl, beszélgethetnek a város vezetőivel. Szeretnénk, hogyha minden évben legalább egyszer, de inkább kétszer a városban működő összes diák önkormányzatnak a tagjait egy város diák fórum keretében vendégül láthatnánk, és ott gyakorlatilag olyan módszerekkel, mint amilyen például az úgynevezett nyitott tér vagy open space módszer segítségével interaktívan be tudjuk vonni őket egy közös gondolkodásba, jövőtervezésbe. Szeretnénk lehetővé tenni, hogy a városban létrejöjjön végre egy olyan közösségi tér, amely kifejezetten ifjúsági közösségi térként funkcionál. Ez azt jelenti, hogy ez egy szolgáltató tér is, tehát nem csak egy idő eltöltésére lehetőséget biztosító tér, hanem olyan szolgáltatásokat nyújt, amelyek például tanácsadás, akár pályaválasztási, karriertanácsadás, akár más mondjuk jogi, vagy pszichológiai, vagy egyéb jellegű segítségnyújtás, ami a fiatalok számára itt elérhető, de akár az Európai Unió által kínált lehetőségeket bemutató úgynevezett Eurodesk pontot is szeretnénk létrehozni a városban, mert hogy az is a célunk, hogy az Európai Unió által kínált különféle pályázatokon, főként az Erasmus Plus programban, vagy éppen a Szolidaritási Testület által kínált lehetőségeket minél jobban éljenek a helyi fiatalok. Ugyanis pillanatnyilag nincsenek ilyenek a városban, már pedig ennek a keretében lehet akár saját projektötleteket megvalósítani, amiket a fiatalok találnak ki, lehet fogadni máshonnan önkénteseket, vagy éppen más fiatalok csoportjait ide a városba. Ezeket szeretnénk, ha jobban látnák a helyi fiatalok, és élnének is ezekkel a lehetőségekkel. Szándékunk az is itt a program keretében, hogy egy ifjúsági részvételi költségvetést bevezessünk. Nek a lényege az, tehát, ami már ismert akár ugye önkormányzatoknál a teljes lakosságra kiszoktak szoktak ilyet írni vagy vetíteni. Ez azt jelenti, hogy a költségvetés egy meghatározott részét, ebben az esetben olyan 3-5 millió forint közötti összegről gondolkodunk, ezt oda adnánk a fiataloknak, hogy ők találják ki, hogy ezzel mi legyen, hogy mire használják föl. Itt ugye az egy kialakított keretrendszere van egy ilyen közösségi költségvetés felhasználásának, tehát először az történik, hogy a fiatalok pályáznak, ötleteket adnak be, és azt követően ők maguk kiválasztanak ebből egy prioritási sorrendet, majd ezután egy szakmai grémium elé kerül, akik eldöntik, hogy ebből mi és hogyan valósítható meg, és a végén marad egy szűkebb lista, amiből megint csak maguk a fiatalok mondjuk azt az egy vagy két projektet kijelölik, ami megvalósulhat aztán abban az adott évben. Ezzel is szeretnénk elérni, hogy érdekelté tegyük őket a város életében való aktív részvételre. És nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy miután ugye, említettem itt az ifjúsági szervezeteket, velük jobban együtt tudjunk működni, még szorosabbra vonjuk ezt az együttműködést. Szeretnénk olyan közművelődési megállapodást is létrehozni, aminek a keretében tudunk velük szerződni arra, hogy például az ifjúsági. Közösségi tér működtetését ezt a feladatot ők végezzék, tehát persze szoros együttműködésben az, az ifjúsági referenssel. Nagyon lényegesnek tartjuk, hogy minél jobban megismerjük a fiatalok véleményét, szándékait, és ezért olyan módszereket is szeretnénk alkalmazni a kérdőéves kutatásokon, fókuszcsoportos interjúkon túl, amik az úgynevezett részvételi akciókutatásnak a keretébe tartoznak. Ezek, például van olyan módszer, a Photovoice módszer, aminek a lényege az, hogy a fiatalok mondjuk képeket készítenek a városban, és azokon keresztül mondják el a véleményüket tulajdonképpen arról, hogy milyennek tartják a várost, mit tartanak javítandónak, mit tartanak jónak, hol mit szeretnének megcsinálni. És emellett még számos egyéb ilyen innovatív módszer van, ami lehetőséget kínál erre és egy komplexi fiúsági információs rendszert is szeretnénk kialakítani, amiben a weboldalon elérhető különi fiúsági felület, az applikáción belül elérhető különi fiúsági felület, olyan közösségi felületeken való megjelenése a városnak, amit a fiatalok használnak. Ebben egyébként a Tatai TV már előttünk jár, hiszen van már TikTok felülete, platformja is. Tehát szeretnénk a fiatalok számára infrastruktúrálisan is, humán erőforrásban is, és minden egyéb bevonási módokban is lehetővé tenni, hogy ők érezzék azt, ami a jelszava lett a pályázatunknak, hogy, hogy itt a helyük, vagy itt van helyük ebben a városban. Ugye ez lett a, a jelszavunk is. Az angolban kicsit játszottunk ezzel. Use Bilong here, ugye itt a, a you részt azt nagybetűvel írtuk, hogy egy kicsi személyesebb is tudjon lenni a megszólítás. Tehát ezek azok a maradandó részint, mert még van néhány, amit most nem mondtam el az idő hiányában, azok a maradandó fő elemek, amiket mi úgy gondolunk, hogy akár 27 után is föntarthatóan működtetni tudunk és elősegítik a céljaink elérését. A bevonás módszerein alapuló projekteket jobban magukének érezhetik a fiatalok, mintha egy szolgáltatást kapnak? Én azt tanultam, hogy a fiataloknak a részvétele a társadalomba, bevonása a társadalomban csak akkor megy, ha érintetté tesszük őket ügyükben. Tehát, hogyha megkérdezzük őket, erről már volt szó, hogy bevonjuk őket egyfelől, másfelől, hogyha a saját ötleteiket tudják megvalósítani, legyen az akár rövid távú vagy hosszú távú megvalósítás, akkor biztos, hogy Sikeres lesz ez a program, és azt gondolom, hogy ez a leg, legfontosabb része ennek a pályázatnak, hogy bevonjuk őket, tegyük őket érintetté, és a saját ötleteiket, hogyha meg tudják közösségben valósítani, akkor értékes munkát végeztünk. És egyébként ennek az egész pályázatnak, hogyha ha nyer a pályázat, ha nem nyer a pályázat, akkor is lesz egy óriási hozadéka, a fiatalok össze fognak tartozni, közösen gondolkodnak, közösen indulnak egy úton, és a projektek akkor is meg tudnak valósít valósítódni. Tehát, hogy lesz hozzá erőnk, lesz hozzá forrásunk, lesz hozzá emberünk, akkor azt gondolom, hogy ez a pályázat akkor is sikeres, hogyha nem lesz hozzá pozitív a hozzáállás. Tehát mi mindenképp nyerünk vele. Vannak bizonyos Európai Uniós értékek is, amiknek tükröződnie kell ebben a pályázatban. Mik ezek, amiknek jó helyet találtata? Hát nagyon fontos, ugye négy olyan alapelvet határoztunk meg a pályázathoz, ami tulajdonképpen ezekből az Európai Uniós ifjúság politikai keretekből indul ki. De az először is a legfontosabb, hogy azokat a, a cselekvési területeket, amiket kijelöltünk, mind a hármat, a bevonást, a get involved, ugye vegyél részt, légy a részese, találj ki valamit, ugye ez a második, és a végén valósítsd meg. Ezeket hozzá kapcsoltuk az Európai Unió ifjúsági stratégiájának a, az alap gondolataihoz, a bevonás, az összekapcsolás és a felhatalmazás gondolataihoz. És ezen kívül azokat az alapelveket, amiket említettem, úgy határoztuk meg, hogy szintén tükrözzék ezeket. Részint ugye szeretnénk, hogyha az európai és helyi identitás erősítésére alkalmas lenne ez a program. Ez jó apropót kínál az a 300 éves évforduló, ami éppen 27-ben lesz, hiszen az eszterháziak nagyon-nagyon sok olyan tevékenységet végeztek ebben a városban. Részint azért is, mert ők ugye diplomáciai úton, politikai kapcsolataik révén szertágazó kapcsolatrendszerrel rendelkeztek Európában, de hát itt a városban is olyan dolgokat valósítottak meg, amelyek Európában akár elsők, vagy egyedülállók, vagy különlegesek. Úgyhogy az ő örökségükön keresztül tudjuk ezt a helyi és európai identitást különösen erősíteni. A második ilyen pillér, ugye nagyon, vagy alapelv, amit meghatároztunk, nagyon fontos számunkra, az inkluzió, amit említettem, a bevonás, és emellett pedig a méltányosság. Ugye érdekes, itt megint csak egy, egy elmozdulás vagy egy, egy váltás szükséges, az esélyegyenlőség felől a, a méltányosság felé. A méltányosság lényege, hogy tulajdonképpen nem az azon személyek számára kíván esélyeket biztosítani, akik valamilyen módon hátrányos helyzetben vannak, hanem mindenki számára. Tehát ez olyan megoldásokat talál, vagy kínál, amik egységesen mindenki számára elérhetőek. Tehát nem választja le, hogy akkor most kifejezetten azok számára biztosítok valamilyen módszert, megoldást, legyen az fizikai vagy bármi egyéb, akik valamilyen módon hátrányt szenvednek, hanem mindenki számára eleve úgy tervezek meg mindent, hogy az elérhető legyen. Ez is egy szemléletbeli váltás, aminek a gyakorlatban majd meg kell mutatkoznia. Akkor nagyon fontos az a Elképzelésünk, hogy minden e, módon támogassuk az informális és nem formális tanulási módokat és ezeket az innovatív bevonási technikákat. Az informális és nem formális tanulási módoknak a támogatására jó példaként szolgálhat akár az, hogy bevonjuk a fiatalokat még jobban az önkéntes tevékenységbe, ilyenkor nem intézményi keretek között, és nem mondjuk az iskolában megszokott módszerekkel tanulnak, sajátítanak el bizonyos készségeket, ismereteket, hanem ugye non formális és informális keretek között. Az inkluzióról már beszéltem, és akkor a, a, illetve az innovatív bevonási módszerekről, és akkor az, a tulajdonképpen a negyedik ilyen alapelvünk a fenntarthatóság. A fenntarthatóság lényege pedig nem csak az, hogy hát ugye gazdasági értelemben és környezeti, értelemben is ö, fenntarthatóság, vagy fenntartható ö, megoldásokat hozunk létre, hanem ez, amiről már beszéltem, hogy olyan programelemeket valósítunk meg, amik hosszú távon is alkalmasak lehetnek arra, hogy a helyi ifjúság, ügyi ifjúságpolitikai rendszert jól tudjuk ö, működtetni. Tehát ezek tulajdonképpen mind összefüggésben vannak az európai ifjúsági stratégiával, a ifjúsági munka kartájával, az európai regionális és helyi ifjúsági vagy fiatalokkal kapcsolatos kartával, és akár az ENSZ fenntartható fejlődés keretrendszerével, mint az Unió is támogat. De át kellett néznünk tulajdonképpen 26 ilyen nagy dokumentumot, és azoknak a kapcsolódási pontjait kellett megtalálnunk ehhez az egész programhoz. Vészint az alapelvek, részint pedig természetesen a gyakorlat szintjén. Nagyon sok ilyen hivatkozást tettünk a pályázatunkban, annak érdekében, hogy lássák azt, hogy mi elkötelezettek vagyunk ebben, és hogy ismerjük is jól ezeket az eszközöket, ifjúságpolitikai eszközöket. Ugye a pályázat maga több lépcsős, és hát bőven lesz még lehetőség a részletek kidolgozására, hol tart most ez a folyamat, és jelenleg milyen munka zajlik. Hát a legjobb az, hogy ez a pályázat 13-án bement és befogadásra került. Az előtte való napokban itt volt a fiatalokért felelős helyettes államtitkár Nagy Varga Zsófia, és ő maga is nyilatkozott a pályázat kapcsán, hogy támogatja a pályázatnak a létrehozását, és szeretné a sikerét, illetve hogyha ez további fordulón már nyertes lesz a pályázat, akkor nyilván az állam támogatására is számíthat ez a megvalósítás. Innentől kezdve pedig nyilván lesz sok dolgunk, tehát márciusban várni fogjuk az eredményhirdetést, hogy átkerültünk -e egy következő fordulóba, és ha már azt hihetjük, hogy Tata kicsi város, mi azért remény teljesen gondolunk arra, hogy van még egy riválisunk ebbe a körbe, Balázs megnézte, egy olasz kisváros hasonló nagyságrenden rendelkezik, akik egyébként pályáznak, és nagyon reméljük, hogy a, az városok között az esélyegyenlőségre hivatkozva is ennek a pályázatnak a legjobb sarokpontjaira, mérföldköveire azt fogjuk elérni, hogy a következő körbe természetesen bekerülünk. Stata esélyei azt hiszem vitathatatlanok, hiszen a térségből is hát, voltak már sikeres pályázatok. Igen, tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy Magyarországról tőlünk, vagy minket megelőzően is volt már pályázó, ugye Kecskemét, Veszprém és Székesfehérvár próbálkozott ezzel az elmúlt években, és ebből ketten ugye Veszprém és Kecskemét is eljutottak egyszer-egyszer a legjobbak közé. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen értelemben van nekünk is esélyünk. Amit még hozzátennék a következő szakaszsal kapcsolatban, ez a pályázat arra is nagyon jó lehetőség volt, hogy, hogy új kapcsolatokat teremtsünk, új szereplőket vonjunk be a mi itteni helyi munkánkba. Nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki ehhez pozitívan állt hozzá. A Nemzeti Ifjúsági Tanács, a Hallgatói Önkormányzatok, a Magyar Ifjúsági Konferencia is támogatta a pályázatunkat, mellett a Matthias Corvinus Kollégiumi Kutató Intézetétől is támogató nyilatkozatot kaptunk és hogy Pista említette, ugye a kormányzat oldaláról is érkezett e, támogató megnyilatkozás, és emellett e, pedig egyébként a WWF Magyarország is támogatja a pályázatunkat. Most a helyi szereplőket nem is említem, ott nagyjából 20 olyan szervezettel e, voltunk már a pályázat benyújtásának ebbe a szakaszába kapcsolatban, akik egyrészt visszajelzéseket adtak nekünk, hogy milyen módon tudnak a későbbiekben bekapcsolódni. És hát természetesen itt szót kell ejteni a, a pénzügyi Fedezetnek a biztosításáról. Ez a pályázat egyébként arra is jó volt, hogy meg tudtuk vizsgálni azt, hogy az elmúlt öt évben, mert ezt kérték tőlünk, mennyi pénzt fordított kifejezetten fiúsági feladatokra az önkormányzat. Itt egy olyan körülbelül, ha minden figyelembe veszünk, az állami, Európai Uniós és önkormányzati forrásokból megvalósított fejlesztéseket is, amik vagy részben, vagy teljes egészében ezt a korosztályt célozzák, akkor egy nagyjából 3,2 milliárd forintos összegről beszélhetünk. Ez egy éves átlagban körülbelül 700 millió forintnak felel meg. Ez az éves átlagos költségvetésnek az elmúlt 5 évben nagyjából az 5,6%-át alkotja. Ha csak az önkormányzat által ö, teljesített kiadásokat nézzük, akkor nagyjából olyan 500 millió forint körül van ez az összeg. Tehát azt láthatjuk, magunk számára is egy fontos dolog volt, hogy, hogy, az elmúlt években a kifejezetten gyermek és ifjúsági területekre, területre fordított ilyen költségvetési soron szereplő tétel is folyamatosan jelentősen emelkedett évről évre, és az ilyen típusú költéseink is egyébként viszonylag számottevőnek nevezhetők. Most a következőkben nyilván arra készülünk, hogyha elnyerjük ezt a pályázatot, akkor természetesen tovább kell bővítenünk ezeket a pénzügyi forrásokat. Szeretnénk egy külön alapot elkülöníteni erre a célra. Ezen kívül felhasználnánk a meglévő önkormányzati alapokat is. A megelőző évben részben, az adott évben pedig teljes mértékben csak ilyen típusú programnak a megvalósítására lehet majd pályázni, ha nyerünk, akkor abban az esetben ez így lesz. És ez, emellett pedig ugye a város által működtetett, mondjuk kulturális, közművelődési, oktatási feladatokat ellátó cégeknél is azt tervezzük, hogy a költségvetés egy meghatározott mértékét, részét, azt erre a célra fogjuk fordítani, tehát amit az önkormányzat támogatásként nyújt, és természetesen azoknál a szervezeteknél, akiknek pedig állandó támogatást adunk évről évre, ott is egy olyan megállapodást szeretnénk kötni velük, ahol rögzítjük azt, hogy az adott megelőző évben, illetve az adott évben milyen típusú feladatokat kell ellátniuk az önkormányzati ebben a programban az önkormányzati támogatásnak a keretei között. Emellett számítunk ugye a kormányzatnak a támogatására, és ezen kívül azt a munkát is el kell végeznünk, ami külső források, tehát szponzorok, támogatók bevonását teszi lehetővé számunkra. Nyilván a legnagyobb rész az a 2027-es évre fordítódna, és ennek nagyjából olyan 40-45 át képes az önkormányzat maga biztosítani, a továbbiakat kell részint az állam, részint külső támogatók bevonásával garantálni. Köszönöm szépen a részletes információkat, és természetesen, hogyha az első fordulóról eredmény van, akkor azt nagyon várjuk, és számolunk majd be róla. Nem tudom, hogy esetleg egy-egy záróngondolat maradt -e még a kedves vendégekben, mert a műsor időből kezdünk kifutni. Hát én azzal a záró gondolattal búcsúznék, amit a Bánócki Viktor diáka, a polgármesterünk is elmondott ott a helyetes ámtitkár asszonynak tartott bemutatónkon. Szoboszlai Dominik mondta, hogy a jövő nyáron olyasmit fogunk a csapattal csinálni, ami emlékezetes marad, és mindenki emlékezni fog rám. Én azt tudom, mi azt tudjuk vállalni, hogy 2027-ben olyasmit fogunk csinálni, ami le mindenki emlékezni fog. Köszönöm szépen. Kedves nézőinknek pedig köszönjük a figyelmet. Közéleti Kerekasztal című műsorunk legközelebb jövő hét csütörtökön jelentkezik. Addig is kövessék figyelemmel napi híradónkat. Viszontlátásra!